valami jó, akkor azt egyértelműen dicsérni kell, mert ez egy olyan csodálatos dolog, hogy gyerekek nem csak a tableteket nyomkodják, hanem egymással zenélnek, akár kórusban énekelnek, akár zenekarban játszanak. Ezek nagyon jó dolgok, úgyhogy én nem szeretnék senkit se szídni, ha csak nem úgy érzem, hogy azzal esetleg egy jó hatást érek el. Az a jó egyébként a művészetben meg a zenélésből, nem az van, hogy legjobb, hanem mindenki, aki jó, annak van valami különleges vonása, különleges karaktere. Eszembe jut egy anekdota, Jasa Helyfetszet kérdezték meg egyszer az egyik kollégájáról, hogy mit gondol róla, és ő azt mondta a kollégájáról, hogy ő a világ második legjobb hegedűse. És akkor megkérdezték tőle, hogy ki az első, és akkor el azt mondta a Helyfetsz, hogy vagyunk egy páran. Mindenki nyer azzal, hogyha eljátszik ilyen elég nehéz körülmények között egy darabot, amivel készült, ez egy jó cél tud adni, és utána látják az osztálytársai, meg tudják nézni a rokonok, ismerősök, barátok, és láthatja a világ, hogy ez milyen tehetségesen tudnak kiállni színpadra a gyerekek a mai napig. Szóval ez egy nagyon-nagyon jó eszköz, és én is szerintem igyekszem egy hasonlóan jó eszköz lenni ahhoz, hogy a hangszeren tudjak játszani, és az azért, hogy ezt a szép ügyet és a zenét tudjam szolgálni.